Jobb, ha szokjátok ezt a látványt, de nem azért, mert a díszlettervezőim szabadságra mentek, hanem mert egy vége láthatatlan felújításba fogtam bele, úgyhogy biztos, hogy lesz ez még ennél rosszabb is. Viszont ez nem szabhatja gátját annak, hogy megérkezzen a mostani másfél. Igen, a múltkor két heti volt, most másfél heti, tehát ebből mi következik? Hát leginkább semmi, lehet, hogy aszimptotikusan közeledünk a heti hatás felé, de azt valójában soha nem fogjuk elérni, viszont ha megnyomjátok a kolompot, akkor kaptok majd értesítést, és nem maradtok le róla. Most is, mint általában, egy órát hagytam magamnak szerkesztésre, ez most telt le, úgyhogy nézzük, hogy mi fér bele a mai adásba. A mai hátteret a cserépkányha biztosítja, nem véletlenül, nyilván köze van a felújításhoz. Ezen kívül szó lesz egy igen sokkoló, több milliós katasztrófáról, felkészülhettek, és persze a fő téma, hogy a ChatGPT-t fogtam hadra, hogy átsusszanjak egy pályázaton. De sikerült. Viszont előtte nézzük, hogy mit írogattatok nekem, hogy hízzon a YouTube algoritmus. Ez itt a komment szekció rovat. Robert, megöregedtél, és basszus, én is. Én viszont most is sármos vagyok, és ellenállhatatlan, úgyhogy nincsen ezzel semmilyen probléma. Másrészt ez olyan, mint a must, az is érik a borrá, nem öregszik, vagy inkább erjed. Na mindegy, ezt hagyjuk. Lehetne egy olyan adás is, hogy a vértől a denevérig. Értem, csináljuk videót, de ne véreset. Egyébként lehet, hogy most hagyom ezeket az állatos poénokat, mert néhány napja szóba jött az állattenyésztés, hogy tartanék-e állatokat, juhot, lovat, kecskét, szamarat, meg ilyeneket, és mondtam, hogy a szamár az tök jó ötlet, mert akkor elnevezném Hóténak, hogy úgy hívhassam a szamaramat, hogy Don Quixote. Aztán ez nagyon megtetszett, rákerestem, és kiderült, hogy már van ilyen, tehát nem nekem jutott eszembe, és ez pedig Marcan Goldbergről, hogy szerettem volna eredeti lenni, de nem az lettem. Ez van. Hello, amikor a videót készítetted, valószínűleg még nem tudhattad, de váratlanul meghalt kelt. Ő is az ismeretterjesztés, bár annak egyfajta ateista technogik vonalát, zászlaját vitte a neten. Vigyázz magadra. Ez konkrétan úgy nézett ki, hogy miközben vártam, hogy a múlt héten feltöltsön a videó, megnyitottam az egyik híroldalt, és ott fogadott a hír. Egyébként Szedlánk Ádámról van szó, újságíró, nagyon sokan a Meti Heteorból ismerhettétek, a twitteres, közéleti szerepéről, meg arról, hogy szerintem nem volt olyan újság Magyarországon, ahol van tudományos vagy tekrovat, vagy olyan kulturális aspektus felvonultat, amiben a tudományos technika megjelenik, szóval nem volt olyan lap, ahol ő ne játszott volna egy fontos szerepet. Biztos, hogy nagyon sokaknak hagyott egy nagyon komoly lenyomatot az életében, munkásságában, úgyhogy ez tényleg felfoghatatlan, ami történt. Én személyesen nem ismertem, de nyilván ismertük egymást, egyszer találkoztunk véletlenül egy nagyon-nagyon rövid időre, aztán megbeszéltük azt az idén év eleje környékén, tavaly év végén, hogy egyszer fussunk össze, zárjuk ki a világot, üljünk le egy jó hosszú beszélgetésre, és dolgozzuk fel közösen a közösségi és a nem közösségi médiában szerzett élményeinket, meg nem tudom, traumáinkat. Aztán ezt mindig halogattuk, mert vagy ő volt beteg, vagy én nem értem rá, valami mindig közbejött. Egyébként egészen a közelmúltban néhány hete volt egy egész hosszú üzenetváltásom vele. Nagyon-nagyon helyre tett néhány dologban, amiért nagyon hálás vagyok neki, viszont akkor egy időre kiléptem Twitterről, nem is nagyon akartam újra belépni. A halálhíre kapcsán léptem be újra, megláttam, hogy van tőle egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú üzenet arról, hogy hogyan érdemes kezelni a ránk zúduló szennyet a közösségi médiában. Elkezdtem olvasni, nem bírtam végül olvasni ezzel a tudattal, úgyhogy nem tudom, hogy mit mondhatnék még, nem készültem nyilván nekrológgal, az biztos, hogy egy olyan emberként ismertem meg, aki egész biztos, hogy egy nagyon pozitív hatással volt rám, és valószínűleg sok más emberre is. Vigyázzatok magatokra. Ilyenkor szokott az jönni, hogy valami impróval átkötök a következő témára, amit most nézzetek el nekem, hogy nem történik, jön a lakásfelújítás rovat. Igen, a cserépkányháról lesz szó, viszont fordítsuk meg a dolgot, nem én fogok róla beszélni. Az a helyzet, hogy ki kell váltanom a gázfűtést a lakásban, úgyhogy innentől kezdve szerencsétlen okafogyottá válik, és csak foglalja ezt a hatalmas légköbméter mennyiséget, úgyhogy szét kell bontanom. Fogalmam sincs, hogy mire vállalkozom, az biztos, hogy tele lesz mocsokkal, erre már felkészültem, de hogy azon kívül pontosan, hogy néz ki egy cserépkályha belülről, ábrákat már láttam róla, de majd élőben kiderül a boncolás során.
meg szokott jelenni időnként kommentekben, amikor bevillan a cserépkáj, hogy milyen cserépkáj hát van. Értem az érzelődést, tudom, hogy ez nem egy IKEA design, viszont ennek ellenére nekem a szívemhez nőtt szerencsétlen. Egy olyan kis ózsdi darab ráadásul. Annak idején ez egy meghatározó, karakteres darab volt rengeteg-rengeteg háztartásban. Az országban szinte mindenütt vannak ezek a tejkaramella színű cserépkályhák, ugyanezekkel a csempe mintázatokkal, úgyhogy gondolom központilag gyártották annak idején az állami cserépkályhagyártó vállalatnál. Mondjuk lehet, hogy erről Gróf Járdánházit kéne megkérdezni, és akkor ő mindent el tudna róla mondani, de ha ti tudtok róla valamit, írjátok meg. Meg ha volt kalandotok azzal, hogy szétbontottatok ilyen kályhát, készítsetek fel lelkileg. Aztán lehet, hogy ha nem is a következő videóban, de az azután következőben cserépkályhabontós akciójelenetek következnek majd, és feldolgozzuk ennek az ikonikus darabnak minden mozzanatát. Valami ilyesmi. Mindjárt folytatjuk a ChatGPT-vel megírt pályázattal, de előtte nem tudok elmenni a 2 milliós katasztrófa mellett. Jöjjön a Luzofluencer rovat. Az év elején, amikor néhány hónapig Lisszabonban voltam, akkor már elmondtam, hogy a Luzo előtag az a portugálra utal, ugyanúgy, mint a franciáknál a franco. Tehát ha van frankofil, meg frankofón, akkor ugyanúgy van luzofil, luzofón, luzofób, mondjuk Luzo Nero nevű színész nincsen, de ettől függetlenül Luzofluencer van, az pedig én vagyok értelemszerűen. Hiába nem lakom már ott egy jó ideje, azért rendszeresen szoktam olvasni a portugál hírportálokat, de ez a hír valószínűleg nálatok is átjött már, mert hogy az egész világot elsöpörte. Kiömlött 2 millió liter vörösbor. Azt hiszem, ez nem az a kategória, amire azt mondja az ember, hogy ups, kilöttyent egy kicsit, szórjál rá sót, mert erre valószínűleg kamion számmal sem lehetne a sót hozni a közeli lepárlóból. Viszont ilyenkor az emberből mindig előtör egy ilyen jókedvű együttérzés, vagy nem tudom, egy ilyen fura szánalom, meg fura megkönnyebbülés, hogy nem történt komolyabb katasztrófa. Viszont, ha belegondoltunk, ez azért elég borzalmas, mert ökölszabály szerint ahhoz, hogy egy palasz bort előállítson az ember, ahhoz nagyjából 1 kiló szőlőre van szükség. Nem tudom, hogy 1 hektárról mennyi szőlő jön le, mert hogy ez nagyon sok mindentől függ, a tőkék állapotáról, a jogi szabályozásról, stb., de számoljunk mondjuk 10 tonnával hektáronként. Ez azt jelenti, hogy ez a bor mennyiség, lehet, hogy belesültem a számolásba, de azt jelenti, hogy ez a bor mennyiség az nagyjából 250 hektárról jött le. A birtok az 1/4 hektár is, viszonylag nagy. Szóval arra következtetek, hogy ennek a borászatnak nem lesz egy jó évzárása az idén valószínűleg. Meg persze ott van az ökológiai katasztrófa is, hogyha ennyi alkohol kizúdul a természetes élővizekbe, akkor az elég komoly károkat tud okozni. Úgy olvastam, hogy a tűzoltóknak sikerült beavatkozniuk, és egy közeli réten terítették szét ezt a bor mennyiséget. Hát nem tudom, biztos a poszkok se örültek neki, viszont ez a falu, ahol ez az eset történt, ez a portugál Velencének nevezett Aveiro környékén történt, úgyhogy valószínűleg az ottani lagúnáknak az érzékeny élővilágát még rosszabbul érintette volna, ha 2 millió liter bor így beleömlik. Viszont ennek a hírnek a kapcsán rájöttem, hogy a Duolingo példamondatai mégsem rugaszkodnak el teljesen a valóságtól, mert igen, megtörténik. 2 milliões de litros de vinho derramados na estrada. 2 millió liter bor ömlött ki az utcára, és ez egy teljesen korrekt megfejtés lenne. Mondjuk ez európai portugál volt, a Duolingo meg úgy tudom, hogy csak brazil van. Na mindegy, jöjjön inkább a ChatGPT. Ez sem volt a legjobb átkötés. Művész rovat. Pár hete szembe jött, hogy nem igaz, hogy csak ilyen nyakatekerten tudjuk lefordítani az artificial intelligence, mint mesterséges intelligencia, sokkal találóbb lenne művésznek hívni. Én ezt abszolút támogatom, nagyon tetszik a név, sőt lehetne akár műelme, de maradjunk akkor a művésznél, használjátok ti is. Szóval lássuk, hogy mire fogtam be a művész urat. De előtte egy sztori, hogy kontextusba helyezzük az egészet. Tavaly csináltunk egy nagyon jó programot a Richternek, azért mondom, hogy nagyon jó, mert nagyon tetszett nekik, és azt mondták, hogy rendezzük meg az idén is, ez a Richter Mindrun. A lényeg, hogy fogunk egy halom egyetemistát, és egy hétvégén keresztül nagyon jól tartjuk őket. Nem csak azért, mert egy puccos üdülőbe vannak bezárva, ahol kapnak szállást, ellátást, meg mindenféle földi jót, hanem kezdjük azzal, hogy pénteken improvizációs színészekkel egy kommunikációs tréningen vesznek részt, illetve az együttműködő készségeiket tudják nagyon hatékonyan fejleszteni.
Majd pedig Polgár Judit veszik kezelésbe őket. Stratégiailag nagyon-nagyon cuki volt tavaly, szerintem az idén is elég jó inputokat fog tudni adni a csapatoknak. Mert hogy utána való nap, szombat reggel megkapnak egy borítékot, benne lesz egy feladat, és azt 24 óra alatt ki kell dolgozniuk. Az ötletet meg kell alkotniuk, azt, hogy ezt milyen költségvetésből tudják megalkotni, milyen személyi vonzatai vannak, kell hozzá kis tudományos kutatómunkát is csinálni, neten piackutatás, stb. Stb. Egy egész projektet végig kell vinniük, erre van 24 órájuk, ez nem tudom miért kettőt mutatok, tehát 24, és utána pedig zsűri előtt meg kell védeni azt, amit csináltak. Az már csak haba tortán, hogy jár mellé a legjobbaknak egy kis zsozsóka is, az idén 300 ezer forint, ami nem elhanyagolható. A kis csapatok persze nem lesznek teljesen magukra hagyva, kapnak egy-egy mentort, és büszkén jelenthetem, hogy az idén, akár csak tavaly, én leszek az egyik csapatnak a mentora. Úgyhogy ha akarsz jönni, jelentkezés, velem dolgozhatsz együtt. De ezen kívül benne leszek abban a zsűriben is, aki kiválasztja a jelentkezőket, hogy kik kerülhetnek be erre a hétvégére, és itt felvetődött egy olyan dilemma, amit tavaly még értelemszerűen nem volt, az, hogy az ember felhasználhatja a ChatGPT-t is arra, hogy beadja a pályázatát, úgyhogy kíváncsi voltam, hogy Ashley szólhat-e vele az ember. Azt azért gyorsan hozzáteszem, hogy nekem az égvilágon semmi bajom nincsen azzal, ha az ember mesterséges intelligenciát használ. Használjátok tudatosan. És ez a lényeg, hogy ne bízzátok magatokat rá 100%-ig, adjatok magatokból is valamit, sőt, magatokból adjatok a legtöbbet, az pedig csak egészítse ki a munkátokat. Ez egyébként egy nagyon-nagyon komoly dilemma mindenfelé. Épp a héten jelent meg a Nature-ben egy írás arról, hogy bizony a kutatók is néha hanyat dőlnek, és úgy engedik, hogy dolgozzon helyettük a gép, ami nem biztos, hogy a legjobb stratégia. Nyilván nem az idei pályázatot fogom lelőni, azt megtaláljátok a videó alatti linken, viszont tavaly is nagyon hasonló feladatok voltak, úgyhogy ezek közül nézzünk néhányat. Indulok egy pályázaton, biológus hallgató vagyok, kikacsint a biológiai intézetben dolgozom, érdekelnek a kihívások, széles az érdeklődési köröm, blablabla. Segíts megfogalmazni a kérdés az, hogy írj egy bemutatkozó üzenetet, hogy miért téged válasszunk ki. Tipp, kiemelheted mi a szakterületed, mi érdekel a legjobban, emelj ki legalább 3 erősségedet. Íme a ChatGPT válasza. Biológus hallgatóként a természet rejtélyeinek megfejtésére törekszem, ám nem csak a laborfalai között, a társadalmi problémák iránti elkötelezettségem is vezérel. Kíváncsiságom, széleskörű érdeklődésem és analitikus gondolkodásom révén új nézőpontokat és megoldásokat hozok a pályázatba. A tudomány és társadalom határán velem érdemes együtt gondolkodni. A végén ez a motto lehet, hogy tetszik, van benne egy kis craft, viszont kaptunk mi egy ajánlást, hogy pontosan miket kell figyelembe venni, és hogyan pontozzuk a kreativitást, a felkészültséget, meg hasonlókat. Nyilván nem lehet ezt teljesen objektívan mérni, de azért valamennyire objektivizálva van. Nekem az ilyen típusú bemutatkozások egyrészt túl sablonosak, másrészt nagyon motorosak. Ami nem biztos, hogy előny egy olyan pályázatnál, ahol beérkezik 150 pályamű, mindenki megpróbál a lehető leghivatalosabbnak tűnni, hogy még véletlenül se mondjon bármi rosszat, és próbál így a langyos vízben tapogatózni, lubickolni. Nem biztos, hogy nekem ez lenne a legnyerőbb, én erre valószínűleg mondjuk egy 3 pontot adnék összességében, azért, mert végül is megértette a feladatot. El nem bírnátok képzelni, hogy egy ilyen pályázaton hány olyan pályázó jön, aki valószínűleg el sem olvasta a kiírást. Szóval pro tip, olvassátok el a kiírást. Másrészt viszont túl sok extra nem volt benne. Ez nekem nem lóg ki a pályázók özönéből, nem adott bele semmit magából. Az egész egy ilyen sablonos katyvasz volt. Tudom, hogy itt vannak a tippek, hogy mi az, amivel lehet kezdeni, de ezeket fogjátok fel úgy az ilyen tippeket, mint a fehér oldal effektus leküzdendő dolog. Ugye az, amikor a fehér oldalt nézi az ember, és nem tudja, hogy mit írjon, igen, akkor írjál fel néhány vázlatpontot, de azt aztán gyúrd egy kicsit, és legyél te, legyél egy 21-23 éves ember, aki nem ír ilyen modoros szövegeket. Nem azt mondom, hogy lazázd el nagyon, de nekem ez mondjuk 3 pont. Kész. Nézzük a következőt. Ez egy kifejtős feladat. A krónikus elhízás okozta szív- és érrendszeri betegségek az utóbbi évtizedekben egyre növekedtek.
Fejtsd ki, hogy a szakmád segítségével mit tudnál tenni a tendencia csökkentéséért, max. 1000 karakter. Ezt végigolvastam az előbb, most nem fogok minden részletbe belemenni, kiemeli, hogy vannak genetikai tényezők, élettani tényezők, környezeti tényezők, és mindenütt arra fekteti a hangsúlyt, hogy ezeket kell nagyon alaposan kutatni, és ezek alapján lehet tervezni egy tájékoztató kampányt és közösségi programokat, stb. Stb. Az a baj, hogy szerintem itt egy picikét félrement, nagyon-nagyon olvassátok el a kiírást. Ugyanis az volt a kérdés, hogy te a szakmád segítségével mit tudnál csinálni. Itt pedig ChatGPT nagyon arra élezte ki a dolgot, hogy a biológia, mint szakma mit tud tenni ezek ellen a problémák ellen. Abszolút nem reális, hogy te biológus hallgatóként majd beleásod magad a genetikai, élettani, meg környezeti kutatásokba, kikutatsz mindent, és amikor megvannak az eredmények, akkor majd létrehozol egy kommunikációs kampányt. Hát nem tudom, jó alaposan ki van fejtve, talán 4 pontot adnék, de pont azért, mert nem reális, itt is hajlok arra, hogy inkább 3 pontot adjak rá. Ha egy ilyen feladatkiírás láttok, akkor azt vegyétek elő, hogy ti mit tudnátok a szakmátok segítségével csinálni, és a hangsúly az rajtatok van. Nyilván a szakma is számít, mert egy mérnök, egy közgazdász vagy egy zenetanár tök máshogy fogja megközelíteni a kérdést, de összességében rólatok van szó. Ha itt az volt a kiindulási alap, hogy egy tájékoztató kampány kezdődjön, akkor induljunk ki ebből, legyen tájékoztató kampány, és mondjuk azt, hogy én biológus vagyok, van egy olyan készségkészletem, ami valószínűleg kiemel mások közül ezen a területen, én meg tudom érteni, hogy egy élettannal, genetikával, stb. Foglalkozó szakember, kutató mi az, amit kutatott, én azt nagyon hatékonyan le tudom fordítani, és akkor ez alapján csinálnék mondjuk egy tájékoztató kampányt, amit arra fűznék fel, hogy indítok egy blogot, podcastet, TikTok csatornát, tök mindegy, ami eszetekbe jön, nyilván blogot nem 2023-ban, de hogy erre kellett volna kiélezni, én azt sokkal, de sokkal jobban értékeltem volna. Volt egy ilyen szabadon választós feladat is, milyen kommunikációs kampánnyal támogatnád, vagy a női egészségvédelmet, a munkaegészségügyet, vagy a fiatal munkavállalók elhelyezkedését. Ezek közül kellett egyet választani, tavaly volt olyan, aki mind a háromról írt valamit. Olvassátok el a kiírást, az az első. A ChatGPT választása a női egészségvédelem támogatására irányuló kommunikációs kampányra esik, tök jó, választott egyet. Célcsoport 15-50 év közötti nők, különösen városi területen élők, akik könnyen elérhetők digitális csatornákon keresztül. Itt nem te vagy a főszerepben, hanem az a program, amit összeraksz. Lényeges különbség az előzőhöz képest. Nagyon-nagyon jó, hogy meghatározta a célcsoportot, nagyon precízen körülírta, utána jön egy üzenet, hogy mi az, amit meg szeretne fogalmazni, és ennek megfelelően építi fel, hogy milyen kommunikációs csatornákat használna, kiket vonna be, mik lennének a kampány elemei. 5 pontot akkor adnék rá, ha a többiek viszonylag gyengék, de ha nagyon sok ilyen típusú jön, akkor lehet, hogy 4-et adnék, mert azért nekem ebből is hiányzik valami, amitől ő kilóghat a többiek közül. Lehetne valami kreatívabb megközelítés, valami, amire abszolút nem gondol kapásból az ember, mondjuk ha a női egészségvédelem, azt megközelítheti mondjuk valami olyan módon, hogy a férfiakat célozza meg, hogy a férfiak figyeljenek jobban oda a partnerükre, közösen tudják megvitatni azokat a problémákat, ami mondjuk a nőket érintheti, és így sokkal hatékonyabban lehet kezelni bizonyos egészségügyi problémákat. Nem tudom, hogy ennek van-e realitása, de szépen ki lehet dolgozni, lehet rajta gondolkodni, utána lehet keresni az egésznek, és ha ezt leírja valaki, akkor rögtön meg fog fogni, hogy ha női problémákat szeretne kezelni férfiakon keresztül, ez már érdekesebb, mintha egy ilyen bevett útvonalat közelít meg az ember. Vagy lehetne mondjuk prepubertás korban levő gyerekeket is célozni, hogy beszéld meg anyuval ezeket a helyzeteket, hogy tudjuk egy kicsit összönözni azt, hogy tényleg beszéljenek ilyen témákról az emberek, családon belül, ne legyenek tabu témák, bizonyos kérdések, mert annak biztos, hogy lenne egy pozitív hozadéka. Nem azt mondom persze, hogy ez jó, mert ennek lehetnek mindenféle etikai aggályai, azt mondom, hogy ez egy olyan téma, ami kilóghat a többi közül, és hogyha erre egy pici időt rászánsz, hogy megnézd, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor erre szerintem tőlem tudsz 5 pontot kapni. Viszont nem csak én osztályozom, 5 zsűri tag van, úgyhogy nem tudom, hogy ki milyen szempontok alapján hozza meg a végső döntést, de hát ez azért jó, mert utána meccselünk, vitatkozunk egy sort, hogy akkor ki kerüljön be, meg ki nem. Aztán a végén persze mindannyian egyetértünk, hogy jó döntés volt, és szuper emberek jöttek össze arra a bizonyos hétvégére,
Úgyhogy, ha szeretnétek jelentkezni, gyertek a Richter Mindrunra, nyitva van a jelentkezés. Október 1-ig tudtok jelentkezni, de ne hagyjátok az utolsó percre, essetek neki még most, adjátok be és hívjatok minél több embert. Hogy ChatGPT ez alapján bekerülne, az első feladatra kapott 3 pontot, a másodikra szintén 3-at, erre mondjuk 5 pontot, hát azért ennél remélem erősebb lesz a mezőny, úgyhogy használhatjátok a ChatGPT-t, de nálam valószínűleg az ilyen típusú megközelítések nem fognak bekerülni, vagy használjatok jobb promptot, vagy tényleg hagyatkozzatok a saját megérzéseitekre és a saját tudásatokra, kreativitásatokra, az biztos, hogy mindig jobb. Másrészt ott úgyis ki fog derülni a dolog, és ez ciki a csapatodra nézve. Legyen szép hetetek, sziasztok!